konkrétan milyen bemenetet kap meg a modell abból a custom képből? Ebben a custom visionben így nem. Tehát, hogyha arra gondolsz, hogy hogy néz ki pixelesekre, vagy hogy néz ki maga, ez ugye a custom visionben maga az a platform, ez arra jött létre, hogy gyorsan létre tudsz hozni custom ilyen megoldásokat, de ez már egy kvázi pre-trained modell. Ezt, amit tudsz csinálni, ugye szállíthatóvá váljuk a modell, de a kódot azt a custom visionben nem fogod tudni itt megnyitni. Amit tudsz csinálni, azt az SDK-t le tudod tölteni, és Jupyter notebookba be tudod úgy rántani, és akkor láthatod adott esetben a kódot is, és ott már tudod vizsgálgatni. De itt ugye ez egy ilyen frontend platform kvázi, tehát itt a custom vision.ai-on ezt nem, Jupyter notebookos környezetben igen. Mikha lett volna talán egy jelentkezés. De lehet, hogy nem. Jó. Jó, ha nem, hoztunk egy... Igen? Mindig az utolsó pillanatban. Ha többféle dokumentumom van, amit klasszifikálni szeretnék, hogy melyik milyen, illetve azon milyen adatok szerepelnek, az milyen irányba elindulva tudnám? Tehát ha dokumentumaid vannak, szövegek vannak, amiket fel tudsz ismerni, akkor ez a Cognitive Services-be a Text Recognition az, amiben indulj el. Ott van több, attól függ, hogy mi a feladat, amit szeretnél végrehajtani. Ugye a legtöbb megoldás, ami a legfejlettebb és legelőrehaladottabb az angol nyelven van, meg egyébként spanyol, kínai, meg hát a legtöbbet beszélt nyelveken. De fokozatosan jönnek. A language understanding van, ugye a nyelvi megértésnek is, meg az algoritmusoknak is több szintje van. Már itt magyar nyelven is kijött már egy-két dolog, meg régiós nyelveken is, ami alapszintű egy-két megértés, de amikor fejlettebb nyelvi elemzésről beszélünk, hogy kontextusok, szinonimák, egyéb dolgok, azok még csak ezeken a nyelveken, ezen a pár nyelven érhető el, attól függően mi a feladat. Erre nincs szükségem. De próbáld meg azt a text recognition-t, és nagyon sok dokumentáció és példafeladat van, hogy hogyan kell ilyet létrehozni, és elkezdeni vele ismerkedni. Köszönöm. Végül a Google-ből Microsoft Cognitive Services, és egyből elirányítod abból, hogy meg is tudom mutatni szerintem még. Na, most pont elértem, de... A transzvizion szállítom, most halt meg a... Látom. Na mindegy, hogyha a szállítom betölt közben, de... Még egy kérdés esetleg? Kezdem mondani, hogy befejezem, és akkor valaki fel fogja tenni a kezét. Oké, hoztunk egy ilyen kis forgalomtartvány, amiben, hogyha megadjátok az elérhetőségeteket, akkor küldünk nektek ilyen tanulási útmutatókat, meg ilyen felépített folyamatokat, és hogyha ezt itt megteszitek, akkor cserébe kárpótlásképp egy tollat is oda tudunk nektek adni ajándékba. Ez nyilván nem kötelező, és tökre örülünk, hogy itt voltatok. Alapvetően ez a forma arra szolgálna, hogy tudjunk majd kapcsolatot tartani, és hogy tudjatok tovább fejlődni ebben a témakörben, és akkor én ezzel megköszönném, hogy ilyen szépen eljöttetek, és ilyen sokáig bírtátok, és akkor itt lesznek ezek a formák, hogyha gondoljátok, akkor töltsétek ki, ha pedig nem szeretnétek ezzel jelni, akkor azzal sincs semmi baj, és akkor szép estét kívánom nektek. Köszönjük szépen!